A Nemzeti Összetartozás napján a trianoni béketiktátum aláírásának 102. évfordulóján koszorúkat helyezett el az országzászló téren Cserpalkovics András polgármester és Varga Tamás országgyűlési képviselő, Székesfehérvár önkormányzati képviselői, a történelmi vitézi rend tagjai. Június 4-e 2010 óta a Nemzeti Összetartozás napja, az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulója. Az első világháború végén a Párizs környéki békeszerződések megkötésére került sor a győztes antant hatalmak és a vesztes központi hatalmak között. Ennek részeként a franciaországi Versailleshoz tartozó Nagy Trianon kastély folyosóján kötötték meg a trianoni békeszerződést, amelynek következtében az osztrák-magyar monarchia megszűnt, Magyarország lett egyik utódállama. Magyarország területe jelentős részét elveszítette, a lakosság lélekszáma 13 millió fővel csökkent. Ünnepélyes megnyitóval kezdődött a pünkösdi virágállom a Városház téren péntek délután. A pünkösdi hétvége alkalmából ismét virágpompába öltözött Székesfehérvár belvárosa. A virágkötő mesterek az idei évben 6 helyszínen alkottak, köztük az országalmánál helyezték el virágkölteményeiket. Az ünnepélyes megnyitón néptáncos bemutató és a Szentlélek jelképének számító fehér galambok reptetése mellett Cserpalkovics András polgármester mondott beszédet. Pünkösd egy nagyon szép ünnepünk. Nekem gyerekkorom óta mindig ez a szó jut, hogy szépség a pünkösdről. A Szentlélek ünnepe talán ezt adja és üzeni nekünk. Most ez különlegesen szép időnk van, és úgy látom, hogy szépen sokan jöttek el, mind, de hogy sokan segítettek nekünk következő napok előkészítése vonatkozásában, rendezvények lesznek, vásár van, és hát itt vannak a virágkötőknek köszönhetően a csodálatosabbnál csodálatosabb alkotások virágból. Szerintem igazi művészet, amit a mi virágkötőink tudnak. Foci meccsek, vízen járó labda, népi játszóház várta a családokat kikapcsolódni, sportolni vágyókat szombaton. Negyedik alkalommal rendezték meg a Sportolj Palotaváros programot. A kispályás futball meccseken 4 csapat mérte össze a tudását. A Hidró, az Öreghegyi Fiúk, Bakony Csernye és a Szeta focistái mérkőztek meg egymással. A palotavárosi programot minden évben a Szeta szervezi. Nem csak foci, hanem családi programok is várták a kikapcsolódni vágyókat Palotavárosban. Délután jump, ping, vízen járó labda, népi játszóház szórakoztatta a látogatókat, és csillámtetoválást, arcfestést kaphattak a kisebbek és nagyobbak. Negyedik alkalommal került megrendezésre Mozdulj Palotaváros, és hát itt, ha körülnézünk, láthatjuk, hogy a nem olyan régen átadott játszótér, illetve sportpályát megpróbáljuk maximálisan kihasználni. Próbáljuk az itt élőket megmozdítani, illetve a város más részéről is jönnek foci csapatok, és hát egy nagyon nívós kispályás labdarúgó mérkőzés sekiseket is láthatunk. Újult erővel, hittel és az zökkenőmentes teljes évadba vetett bizalommal kezdi a 2022-23-as színházi évet a Vörösmarty Színház társulata. Az újrakezdés élményét a fehérvári színházbarátokkal ünnepelte a társulat, rendhagyó módon a teátrum előtt egy egyedi zenés műsorral. A színház szerelem, szeretem produkciósokat vonzott, hiszen a kultúrára éhes közönség végre részesülhetett a régóta várt élményekből. A könnyed kavalkád előadói Varga Gabi és a Gabi Kvárt együttes, Andrási Máté, Kovács Tamás, Ladányi Júlia, Váradi Eszter Sára, Kerkai Rita, Ballér Bianka, Keller János, Kricsár Kamil, Krisztik Csaba és Kozári Ferenc voltak. A műsort követően Szikora János igazgató multidéző gondolatsorában kitért a színházépítés időszakára, és tájékoztatást nyújtott az új évad darabjairól is. Ez a füzet, amely a következő évadnak a műsorát tartalmazza, nagyon színes. Kívül is, belül is. De színes, ami benne van, a műsorterv is. Azt mondom, hogy színes, ez mit jelent? Az azt jelenti, hogy sokszínű. De fogalmazhatok úgy is, sokszínű az sokféleséget jelent. A mi színházunk is, én erre büszke vagyok, sokféle dolgot játszik. Játszik vidámat, játszik szomorú, játszik klasszikus, játszik kortársat, és mindegyiket a hozzánk erőnkhöz, tehetségünkhöz képes a legmagasabb színvonalon szeretnénk a fehérváriaknak bemutatni.
Alapításának 130. évfordulóját ünnepelte az Alba Régia Vegyeskar. A jeles évfordulón Kneifel Imre karnagy vezényletével pünkösdi hangversenyre invitálták a kórus muzsika barátait a Szent Imre templomba. A koncert főbb témái az ünnepkörhöz kapcsolódva csendültek fel. Az esten ismét megtapasztalhattuk, hogy nem lehet kétséges. A kórus műveket meghatározó szellemiség iránymutató lehet ma is a zenekedvelő magyarság jelentős részének, ahogy a múltban, úgy a jelenben és a jövőben is. Úgy gondoltuk, hogy pünkösd ünnepén a megerősített hit hangján, talán a meggyőződés hangján egy baráti együttessel, a Várpalotai Bányász Kórussal közösen egy ünnepi muzsikát énekelünk, ami azt lehet mondani, hogy a régi és a mai egyházi zenékből válogatott műsor lesz. Június első hétvégéjén szokás szerint a futók veszik birtokukba a Várkörutat. Pünkösd hétfőn előbb 17 órakor a tesztfutás egyéni indulói és a váltók lesznek, 18 óra 30-kor pedig a Depónia futás résztvevői versenyeznek majd a 11. tesztfutáson. Utóbbira még a helyszínen is lehet nevezni egy laposra taposott PET palackkal 16 órától. A június 6-ai 11. tiszta egészséges Székesfehérvárért futóverseny idejére a Várkörút a Petőfi Sándor utcától Kígyó utcáig és a Rákóczi utca a Várkörúttól a József Attila utcáig 14 és 20 óra között lezárásra kerül. Emiatt több autóbuszjárat terelő útvonalon közlekedik majd.